Az izgalmakkal teli mérkőzésen a topoljaiak kezdtek jobban. Antonik már a meccs elején a 12. percben megszerezte a vezetést a házigazda TSC-nek. A partizán egy ideig nem találta önmagát, de a félidő előtt belendült, előbb NATO egyenlített a 40. percben, majd Bélit is betalált, ezzel megfordítva az állást. Ám ezzel még nem volt vége az első játékrész izgalmainak, ugyanis a TSC büntetőhöz jutott. A 16-oson belül elkövetett szabálytalanságot a játékvezető videóbírózást követően fújta be, Gyákovácz pedig nem hibázott és 2-2-re kettő egyenlített. A második játékrész is sok izgalmat hozott. A fekete-fejérek is büntetőhöz jutottak, miután Iligy Kapus buktatta a partizán támadóját, de NATO végül kihagyta a 11-est. De ezzel még korán sem volt vége az izgalmaknak, ugyanis a hazai együttes is büntetőhöz jutott a 77. percben, amit ismét Gyakovács végzett el, de ezúttal ő sem volt eredményes. Ezt követően rákapcsoltak a belgrádiak, és a frissen igazolt brazil idegenlégiós Száldánya a 79. percben bevette a TSC kapuját. A partizán a folytatásban mindent megtett annak érdekében, hogy megőrizze az előnyt. Kalulut ki is állították második sárgalapja után a 95. percben. De a dráma csak ezután jött, a 97. percben a TSC szöglethez jutott, Mircevski tökéletes beadását követően pedig stóig bólintotta a labdát a hálóba. A TSC őrületes meccsen x a partizánnal. Szurkolok annak, hogy, hogy minél több ilyen mérkőzés legyen a hazai bajnokságban. Minél több gól, nyitott játék, sajnos a mai mérkőzésen a saját hibáinknak köszönve Jutottunk olyan helyzetbe, hogy az utolsó percig kell futnunk az eredmény után. A következő fordulóban a TSC idegenben játszik, majd a Nisi rád ki vendégeként.